Üdvözlöm Önöket! A visszaszámlálás elindult az EST bevezetésére. Június 1-ével eljön a fogászat és általában a magánorvoslás Y2 K-ja és GDPR káosza. Erről fogunk beszélgetni, hiszen számtalan kérdés nyitott dr. Simon Botond fogszakorvossal, a Dental Spirit ügyvezetőjével, Turcsán Tamással, a Connectis Inkubátor ZRT vezetőjével, innovációs szakértővel, és Friss Tamással, a Flexi Medical Hungary ZRT vezérigazgatójával. Egy perc múlva kezdjünk, ne menjenek sehová! A közvetítést a Flexi Medical Hungary ZRT, a Flexident fogászati szoftver gyártója támogatta. Flexident, ahol már ingyenes alapszoftver is elérhető NEAC és EST jelentéshez. Visszaszámlálás elindult az EST bevezetése, elháríthatatlan, június 1-i mindenki számára kötelező lesz, azonban számtalan kérdés még nyitott. Elsőként mi az értelme és a célja? A jelenlegi pandémiás, koronavírusos időszakban milyen érdemi értéke van egy ilyen rendszernek? Sokan panaszkodnak arra, hogy ez többletadminisztrációval jár, vajon többletadminisztrációval jár, vagy esetleg meg lehet úszni valamennyit ebből. Fogalmunk sincs arról, hogy hogyan is kellene valójában csatlakozni, mik a konkrét lépések. Hát ezekről fogunk most beszélgetni, ebben van három kiváló segítő társam, dr. Simon Botond, fogszakorvos, a Dental Spirit ügyvezetője, Turcsán Tamás, a The Connectis Inkubátor ZRT vezetője, innovációs szakértő, és Friss Tamás, a Flexi Medical Hungary ZRT vezérigazgatója, amely cégről egyébként tudom, hogy a Flexit választotta ki a NEAC, mint az EST hivatalos demonstrációs szoftverét, tehát ilyen módon első kézből van információja, hogy mit is oktatnak valójában most a hétköznapokban. Nagyon reméljük, hogy egy picit bepillanthatunk mindannyian ezekbe az információkba, vagy kicsit a kulisszák mögé. Rögtön kezdjük is az első kérdéssel. Évek óta beszélünk egy digitális társadalomról. Hogyan működne jól a digitális társadalom? Hol van az EST előnye az egyénre nézve, és nem félelmetese az, hogy gyakorlatilag minden adatunk ott van a felhőben? Hát a digitális társadalom nem arról szól, hogy az adatainkat mindenki mindenhol látja, hanem arról szól a történet, hogy azok minket segítenek, és mindenben, minden olyan dologban hasznosak, amiben nekünk az fontos. Tehát semmi olyanra nem használják, ami ellenünk van, nem minősítenek bennünket, nem leszünk tőle rossz állampolgárok, nem leszünk tőle valami olyanok, ami nem vállalható. Tehát ami számunkra is kibírhatatlan, tehát én ezt most meghallgattam egy konferencián, hogy Kínában ugye előbb-utóbb minősíteni fogják az állampolgárokat azért, hogy ilyen-olyan pontokat szereznek az interneten. Ha én teszek egy rossz megjegyzést valakire, ki fogja eldönteni azt, hogy attól én most jó vagy rossz állampolgár vagyok. Hiszen itt mindenről van szó. Ha pedig ugye a digitalizáció ugye bemegy mondjuk az egészségügybe, akkor ugye megoldódnak azok a problémák, amik rendszeresen felvetődnek. Iszony mennyiségű sorbanállás van. Várjuk ezeket a kartonokat, meg nem tudom micsodákat, ezeket próbálják itt jobbra-balra passzolgatni. Abból cserebere, zűrzavar, meg rendetlenség van csak és kizárólag. Ha ez átkerül digitálisra, akkor gyakorlatilag ezek a helyükre kerülnek, és nem lesz összetéveszthető az állampolgár. Tehát a Turcsán Tamás Péter, az mindig Turcsán Tamás Péter lesz, és ha én bemegyek Nyíregyházán egy orvoshoz, és azt mondom neki, hogy hello, én vagyok, akkor ő meg tudja majd nézni azt, hogy én ki vagyok, mi vagyok. Nem kell új vizsgálatokat elvégezni, látni fogja visszamenőleg a kortörténetemet, látni fogja, hogy egyáltalán mi történt velem a dolgokban,
és globálisan fog tudni gondolkozni és reagálni arra, ami én vagyok. Hadd kérdezzem meg a gyakorló fogorvost, te hogy látod, hogy nektek az EST napi szinten hoz valamilyen előnyt, valamilyen gyakorlati hasznot? Biztos vagyok benne, hogy ez napi szinten előnyt fog hozni. Ha hozzáférünk, vagy a lehetőségünk lesz információt szerezni a páciensről, vagy kapni a páciensről, és idősporulunk azzal, hogy nem kell például egy általános anamnézist 86-szor kitölteni, az már nekünk is óriási előny, és hogyha a páciens engedélyt ad arra, hogy még járulékos betegségeket lássunk, ami mondjuk a kezelés szempontjából fontos, akkor ennek a rendszernek csak előnyét látom. Ha jól tudom, meg jól ismerem a rendszert, de valószínűleg a két úr jobban ismeri a hátterét, mint én, egy e-személyivel gyakorlatilag, tehát elektronikus az egész rendszer, és automatikus is, tehát hogyha beírjuk, hogy milyen kezelést végeztünk a páciensnek, akkor ez így összeköti az adott orvossal. Tehát nem látom azt, hogy plusz adminisztráció lenne. Szerintem gyorsabbá válik az egész. Na akkor a Tamásnak szegezem a kérdést, hogy Tamás, sokan panaszkodtak arra, hogy jelentős a szükséges többletadminisztráció, vagy legalábbis ettől félnek. Tényleg elvárjuk az orvosoktól, hogy plusz egy újabb helyre adminisztrálják ugyanazt, vagy itt tulajdonképpen leegyszerűsödik az adminisztráció? Azt gondolom, hogy sem. Tehát az semmiképpen nem állítanám, hogy leegyszerűsödik. De hogy bonyolultabb sem lesz, az teljesen biztos. A helyzet az, hogy ilyen megközelítésben leginkább azok nyilatkoznak vagy kérdeznek az EST-vel kapcsolatban, akik még nem kezdték meg az adatszolgáltatási kötelezettségüket, vagy hát mégis sem próbálták, hogy pontosan miről van szó. A helyzet az, hogy a jelentési kötelezettségnek eleget tenni, azt fogászati szoftvereken keresztül lehetséges. Fontos zárójelbe kitételként megjegyeznem, hogy tehát papíron mostantól kezdve beteg kartonozni nem lehet, legalábbis nem jogszerűen. Tehát a jogszabály szerint fogászati szoftverrel lehet lejelenteni az EST felé ugye ezeket a szükséges adatokat. Az EST előzetesen azokat a fogászati szoftvergyártókat, illetve a termékeiket, amelyek jelezték, hogy részt kívánnak venni ebben a folyamatban, ezeket akkreditálta egy nagyon bonyolult és precíz folyamat során. Ennek kapcsán ismerkedett meg a NEAC egyébként a mi szoftverünkkel, a Flexivel is, és utóbb döntöttek úgy, hogy annyira szofisztikált és annyira láthatatlan egyébként az a bizonyos adminisztráció, amely az EST felé történő adatszolgáltatást jelenti, hogy végül a Flexit és kollégáimat kérték fel arra, hogy az egyetemeken is, ugye tanrendi oktatásban, ma már az orvosi egyetemek minden szakán, gyógyszerészakon is a képzés része az EST-vel kapcsolatos oktatás. És ezt részben ugye mi magunk tartjuk, illetve a demonstráció szoftver is a Flexi. Ahol nagyon érdekes, hogy maga a gyakorlati képzés viszonylag rövid, belefér egy sima 45 perces órakeretbe, mert igazából még megmutatni is nehéz. Tehát ha valaki normálisan a megszokottak szerint egy szoftverben elvégzi a beteg kartonozást, a betegnek a páciens dokumentációját a kezelések után, vagy a kezelésekkel kapcsolatban, akkor Flexi esetén legalábbis őnek is semmilyen tennivalója nincsen, mint adminisztráció. A normál páciens dokumentálással együtt elkészül az a dokumentációs csomag, ami az EST felé fel kell, hogy menjen a megfelelő formátumban. Egyetlen egy dologról van szó, ami megváltoztatja a fogorvosok napi ügymenetét, hogy bizonyos időszakonként az e-személyi, tehát ebből az újabb fajta személyi igazolványukkal nekik be kell jelentkezniük, vagyis inkább úgy mondanám, hogy validálniuk kell saját magukat, magyarul úgy ne tudjon felmenni adat, hogy ő azt nem ellenőrizte. De azon kívül, hogy ő egy négyjegyű számkódot megad, és bedugja a személyigazolványát, mint egy ATM automatába a bankkártyát, semmilyen napi tennivalója nincsen. Tehát nincs többlet adminisztráció. Simon doktort kérdezem, aki ugye a gyakorlatban is látja egy rendelő működését, hogy ott az orvos adminisztrál, vagy azok a kollégák adminisztrálnak, akiknek ez a dolga? Nálunk ez a recepciónak a feladata, tehát az orvosnak nincsen arra ideje, hogy még tüzetesen leadminisztrálja a kezelést, illetve annyit pontosítanék, hogy beírja a Flexin belül, hogy milyen kezelés történt a páciensnek, de a recepciónál véglegesítik
a teljes aznapi kezelés, és utána történik az anyagi rendezése is. Tehát a nagy részét a recepció végzi. Tamás, akkor viszont hadd kérdezzem meg, hogy ez az EST viszonylatában hogy működik? Az orvos odaadja ezt az elektronikus személyigazolványt a recepciósnak, és akkor ő csereberéli, hogy akkor most éppen melyik orvosnak a jelentését kell leadnia? Kettőféleképpen kell, hogy válaszoljak erre. Ez utóbbi, tehát az, hogy az orvosok leadják a személyigazolványukat, és más valaki validál helyettük, hát ez törvényileg nem állja meg a helyét. Tehát ilyet nem tehetek, hiszen az elektronikus személyigazolvánnyal történő kétdimenziós, tehát a bankival megegyező azonosítás, az a közjegyző előtt történő aláírással megfelelő értékű a magyar jogrendben, illetve a bíróság előtt. Magyarul, amit valaki e-személyével hitelesít, azt a bíróságon igazságügyi szempontból nem kérdőjelezik meg, tehát az az aláírás az elfogadott és pont. Más oldalról nézve pedig, hát ahogy Botond is elmondta, tehát azért az sem a magánegészségügyben, ott nyilván anyagi okok volt, tehát az orvos ideje a legdrágább. De átforgatva, ha nem is pénzbe, ez az állami egészségügyben is így van, tehát az orvos ideje a legértékesebb. De természetes az, hogy az a kiszolgáló személyzet, asszisztencia, vagy recepció, vagy páciens koordinátor, ahol hogyan van ez a beosztás kitalálva, fogja az adminisztráció egy lényegi részét elvégezni. Az EST jogszabály szerint azt rendeli el, hogy a kezelés megtörténte után 60 perccel, az orvos aláírásával, tehát az elektronikus személyigazolvánnyal aláírva menjen fel az adat. De természetesen 60 perc ez nem mindig teljesíthető, lehet áramkimaradás, lehet egyébként internet kimaradás, tehát nem feltétlen teljesíthető. Ilyen módon nyilván ebben van egy kis flexibilitás, kell, hogy legyen flexibilitás, és azt gondolom, hogy itt most ennek a tanulási folyamatnak, hogy ez az egész elinduljon, és lássuk, hogy hogyan működik, lássuk, hogy hogyan kell majd változtatni a NEAK részéről, akár jogszabálymódosítással természetesen, legalábbis én ezt feltételezem, ahhoz el kell ezen indulni, és nyilván, hogyha az a kialakult szokás, hogy van egy asszisztensi személyzet, amelyik ezt a bizonyos dokumentálást elvégzi, akkor van ebben valamekkora átjárhatóság, hogy az orvosok naponta csak egyszer jelentkeznek be mondjuk a személyigazolványukkal, de ez a bejelentkezés, ez érvényes, flexi esetében érvényes marad. Én azt gondolom, hogy más szoftverek is, ott is én feltételezem, hogy kiváló szakkollégáim, még akkor is a konkurensek ülnek. Egy jó szoftverben, ha az orvos bejelentkezik a saját személyigazolványával, akkor az a bejelentkezés élő marad, és később az adminisztráció során azok automatikusan úgymond aláíródnak. Tehát van ebben egy kis rugalmasság, kell is, hogy legyen. Nektek most fog elindulni a rendelő, az első páciens most fog majd besétálni az ajtótokon. Nyilván ez nem június 1-én történik meg, hanem most még májusban. Ti az EST-re fel vagytok már készülve? Fel vagyunk, hál' Istennek, azért mi Flexit használunk a magárendelőben, illetve nekünk a céghez tartozik gyerekfogászat körzet, ott tett fog van, de igyekeztünk már jó előre felkészülni arra, hogy június 1-től át kell állni, és jelentési kötelezettségünk is lesz, úgyhogy mi például a Flexin keresztül, tehát a Flexi segítségével beüzemeltettük a kártyaolvasókat, és erre fel voltunk készülve időben. Most meddig nem lesz kötelező a jelentés, addig próbaüzemben ki fogjuk próbálni, hogy ez hogyan működik. Tehát én javasolni tudom a kollégáknak is, hogy még most mindenféle írgumburgum nélkül, ha valami nem működik, vagy valami még nincsen beszerezve, akkor még mindig van idő arra, hogy kipróbálják a rendszert. Viszont az állami TED-fog az ugye ingyenes, most pedig igen, ezt a szoftvert meg kell vásárolni, ugye? Ez akkor most egy többletköltség a rendelők számára. A TED-fog ingyenes, és ha jól tudom, és jól értesültem, akkor nem is lesz kompatibilis az EST rendszerrel, és ha jól olvastam a fórumokon, akkor már dolgoznak a háttérben azzal kapcsolatban, hogy legyen egy ingyenes szoftver a NEAK finanszírozott rendelők felé is, akik ezt tudják használni. Bocsánat, itt muszáj vagyok egy picit közbeszólni, mert természetesen, mint Flex is nem tudom megjegyzést nélkül hagyni. Mi úgy döntöttünk a Flexinél, hogy nem várunk erre a bizonyos NEAK-os ingyenes szoftverre, úgyhogy jövő hét hétfőtől, május 18-ától elérhető lesz a Flexinek, azaz ingyenes változata, amely teljes egészében tudja helyettesíteni a TED-fogat.
és ezt ráadásul olyan módon kiviteleztük a TED-foggal szoros együttműködésben, hogy a fogorvosok, illetve a rendelők saját maguk tudják két kattintással a korábbi TED-fog adatbázisukat importálni, és ezt Flexi maradéktalanul átveszi. Úgyhogy Simon doktornak is, Botinak is ez a jó hírem van, hogy ők eleve flexisek, de ilyen módon az OFS, vagy hát ugye mai nevén NEAC eljelentést is meg tudják majd tenni Flexin keresztül, illetve ott, ahol nincsen egyébként magánrendelés, ott pedig ez a szoftver ez teljesen ingyenesen tud működni az oda vonatkozó funkciókkal természetesen. Ezt örömmel hallom egyébként, de mint a jelenlegi flexis felhasználó, ezt akkor hol kell nekem jeleznem, hogy a körzetekben én igényt szeretnék tartani a flexinek az ingyenes verziójára? Természetesen erről fogunk küldeni különböző tájékoztatókat, hírleveleket, és azokkal külön felveszünk a kapcsolatot, akikről eleve tudjuk, hogy mint egyébként a magánpraxisukban flexi felhasználók, ők amúgy üzemeltetnek mellette körzetes rendelőellátást is, neki külön jelezni fogjuk a lehetőségeiket, illetve külön felveszünk velük a kapcsolatot, hogy hogyan tudnak a leghamarabb kapcsolódni ehhez a programhoz. Hát akkor meg volt a nagy bejelentés, de most azokról is beszéljünk egy kicsit, akik éppen keresik annak a megoldását, hogy hogyan tudnak az EST-hez megfelelően csatlakozni, és mondjuk fogalmuk sincs azokra az adatokról, amiket a csatlakozáskor kell megadniuk. Hol lehet ezeket megtalálni? Mert rengetegen panaszkodnak arra, hogy az EST ügyfélszolgálata hárít, tehát gyakorlatilag nehéz zöldágra vergődni. Tehát aki most úgy dönt, hogy akkor jó, vesz egy nagy levegőt, elindul, mit kell tennie? Itt a legfontosabb probléma, amit a mi supportunk is tapasztal, ugye együtt dolgozunk, közel 250 flexi partnerrendelő van, és az a tapasztalat, hiszen ha az EST ügyfélszolgálatról lepattannak, nem nagyon tudnak hova fordulni, hozzánk jönnek. Igyekeztünk kijárni egyébként a legtöbb ilyen kérdésre a megfelelő szakmailag elfogadható és racionális választ, illetve megoldást. És a helyzet az, hogy a legtöbb esetben a fogorvosok nincsenek tisztában azokkal az őket azonosító adatokkal és adattípusokkal, amelyeket meg kell adniuk az EST felé az ő kizárólagos azonosításukra. Az EST valóban nem tud ebben segíteni, hát az már egy pici kommunikációs zavar, hogy miért nem tudnak erről megfelelőképpen információt adni, hogy akkor hol kell keresni. A válasz rendkívül egyszerű. A fogorvosok saját magukra vonatkozó azonosító adataikat az ANTS weboldalán bármikor le tudják kérni. Tehát lényegében saját magukra kell rákeresni az ANTS weboldalán, ezt megtették akár a nevükkel, akár engedélyszámmal, OTH számmal, tehát nagyon sokféle módon, és akkor ott megkapják az összes olyan rájuk vonatkozó általuk hát, szükségszerűen ismerendő paramétert, amit meg kell adni majd az EST felé a regisztrációjuk során. Általában itt szokott elakadni első körben a dolog. ANTS. Simon doktornak volt egy kérdése, még mielőtt elkezdtük rögzíteni a beszélgetést, hogy is volt ez a kérdés, hogy az EST rendszerben hogyan lehet... Tehát, hogyha egy KFT-n belül több orvos is dolgozik, és EST jelentési kötelezettségünk van, akkor minden egyes orvosnak a KFT-n belül kell csináltatnia EST személyi igazolványt, és azon keresztül jelenteni a kezeléseket. És akkor minden egyes orvosnak külön-külön be kell dugni a saját elszemélyét a kártyaolvasóba, ami majd megcsinálja a háttéradminisztrációt. Több kérdés hangzott el egybe, ha szabad, akkor szétbontom. Igen, minden fogorvosnak kell rendelkeznie újfajta elszemélyi igazolvánnyal. Ha valaki még nem váltotta ki, akkor hát praktikus minél jobban igyekezni, hiszen gyakorlatilag bő 2 hét, nem egész 3 hét van hátra az EST kötelező használatáig, és hát nyilván a műfajta személyigazolvány kiváltása, a legyártatása az még idő. Másrészt pedig, ha jól értem a kérdést, akkor arról van szó, hogy ha van egy KFT, amelyik egészségügyi szolgáltató fogorvosi rendelő, ebben alkalmazottakként dolgoznak a fogorvosok, de felmerül a kérdés, hogy máshol, vagy akár ugyanott egyéni vállalkozóként is dolgoznak? Van olyan is, hogy egyéni vállalkozóként, így van, és a KFT-től mondjuk széket bérelnek, aha, vagy alkalmazottként dolgoznak, így van. Értem. Bocsánat, hadd egészítsem ki a kérdést azzal, hogy a rendszer hogyan dönti el, hogy az adott orvos éppen milyen jogi státuszban végzi a kezelést, hiszen ő egyszerre lehet ilyen is, meg olyan is. Abszolút így van. Valójában a megoldást, a választ a hierarchia jelenti. Tudnék, ugye itt ANTS engedélyt szoktunk így nevesíteni, és azt mondjuk, hogy egy rendelőnek van ANTS engedélye.
Ez így nem feltétlenül igaz, hogy félrevezető, itt ugyanis mi általában az ingatlant azonosítjuk ezzel, nem az ingatlannak van ANTS engedélye, annak egy ANTS megfelelési kötelezettsége van, tehát eleget kell tenni azoknak a jogszabályoknak, amelyeket egyébként az ANTS ellenőriz. Valójában az ellátónak van ANTS engedélye, tehát a rendelőnek, amennyiben ez egy KFT, akkor a KFT rendelkezik ANTS engedéllyel. Ha van egy olyan ingatlan, mondjuk tegyük fel 5 fogorvosi kezelővel, 5 fogorvosi székkel, amelyben mondjuk 3 széken az ingatlan tulajdonosa, mint KFT végez fogászati ellátást, másik 2 szék pedig kihanadva mondjuk 2 egyéni vállalkozónak, akkor valójában ott 3 ANTS engedélyről beszélünk. A KFT-nek, illetve a 2 orvosnak külön-külön. Na most amennyiben 3 jogi személyiségről beszélünk, akkor mind a hármójuknak van OTH azonosító számuk. Tegyük föl, hogy a 2 fogorvos, mind a 2 egyébként alkalmazotti státuszban, más munkaviszonyban, de egyébként alkalmazottja más titulusban a nevesített KFT-nek. Ez esetben, ha ők a KFT, mint fogászati rendelő égisze alatt végeznek fogászati kezelést, akkor az EST felé a KFT OTH azonosítója, vagyis ANTS engedélye alapján mennek föl az adatok. Természetesen a sor legvégén jelezve, hogy melyik fogorvos, tehát melyik orvos valójában az ellátó, de a hierarchiában magasabban szerepel a jogi személyiségnek az azonosítója, vagyis az OTH azonosító. Akkor egy olyan világ felé haladunk, ahol mindenki egy azonosító, mindenkiről az adatokat nyilván tartják, és esélyem sincs arra, hogy esetleg anonim módon vegyek igénybe egy orvosi szolgáltatást. Jó, bocsánat, felé haladunk akkor? Kérdezem Tamást itt tisztelte, hogy ez akkor egy ideális jövőkép, hogy már anonim módon nem is vehetek igénybe orvosi szolgáltatást? Bocsánat, ez így nem igaz. Egyrészt anonim módon igénybe lehet alapvetően venni, illetve helyesbítsünk, tehát a 2003-as egészségügyi törvény olyat soha nem tett lehetővé, vagy nem is 2003 óta nem teszi lehetővé azt, hogy valaki anonim módon kapjon orvosi ellátást. Erről törvény rendelkezik, és ezt minden egészségügyi szolgáltatónak legyen az állami vagy magán kötelessége betartatni. Más oldalról, picit reflektálva elején Turcsán Tamás gondolatívére, ugye erről az azonosításra, illetve hogy mi az, amikor már túltoltuk ugye ezt a digitális társadalmat, maximálisan egyetértek egyébként a meglátásaival, de nagyon fontos, hogy az EST még a lónak ezen az oldalán van, még igazából nem is működik kiforrottan, tehát arról egyelőre nem kell, hál' Istennek, még beszélnünk, hogy mi lesz, ha átesik a ló túloldalára. Sőt, sokkal inkább arról van szó, hogy ugye az EST igazából 2018. november 1-e óta kötelező az állami szektorban, egy évre rá egyébként a magánszektorban, és a helyzet az, hogy még abban a tanulási folyamatban vagyunk, amikor kiforratlanságok vannak, amikor meg kell tapasztalni, hogy mitől nem fog ez majd átesni a ló túloldalára, de még jelenleg szögezzük le, hogy még inkább a kezdetlegességnél tartunk. Viszont az anonimitásra visszatérve, arra minden magyar állampolgárnak és Magyarországon ellátott külföldi személynek is megvan a lehetősége, hogy ő bizonyos információkat, ami a személyi jogaival van összefüggésben, titokban kíván tartani, akkor ezt megteheti. Tehát saját maga beállíthatja az EST-nek az állampolgári, ők legalábbis hivatalosan így nevezik, mondjuk ugye publikus ügyfélportál felületén, hogy mely adatok azok, amelyeket ő nem szeretne más orvosok számára elérhetővé tenni. Mik azok, amiről úgy érzi, hogy ez olyan negatív megkülönböztetéssel járna, hogy esetleg megbélyegzi őt, akkor ő ezt eltitkolhatja a kezelő orvos elől. Nagyon fontos, itt fölmerül a kérdés, hogy ha eltitkolhatja az ő kórelőzményeit, vagy betegségelőzményeit, akkor mi értelme az egésznek? Nyilván ebben is van egy tanulási folyamat, meg kell tanulni azt, hogy hol ér többet a GDPR, a személyi jog, vagy ahhoz a személyi ilyenhez fűződő jogosságom, illetve az egészségügy és az életmentés. Ez nagyon fontos tudni, hogy az EST-ben ugye vannak eltakarható adatok, ugyanakkor egy olyan szituációban, amikor az ember adott esetben életveszélyben van, mondjuk egy olyan balesetről legyen szó, ahol eszméletvesztés áll fönt, akkor az egészségügyi intézmény egy úgy nevezik ugye az angolból, hogy break glass, egy ilyen ablakbetörés, vagy egy ilyen biztonsági betörés jelzésével
hozzá tud férni azokhoz az adatokhoz, amelyeket a páciens eltitkol. De a NEAC utólag elszámoltatja azt az egészségügyi szolgáltatót, amelyik ezt a break glass funkciót alkalmazta. Úgy is mondhatnám, hogy a rendőrök sem mehetnek haza, ha a késésben vannak a gyerekfürdetésről szirénával, mert azt természetesen naplózza egy számítástechnikai rendszer. Na, ugyanerről van szó, tehát jogosalatlanul, ész nélkül használni, barátaink korelőzményeit megnézegetni nem lehet ebben csak úgy. Tamás, menjenek a realitásra, elég fegyelmezettek vagyunk mi emberek ehhez? Hát én azt gondolom, hogy ebben az esetben, hogyha elég jól kontrollált az a történet, akkor lehet ez a dolog. Tehát ez egy jó megoldás lehet. Nekem is az egyik gyermekem egy olyan betegségben szenved, hogyha nem kap megfelelő ellátást, akkor vagy csak ájultan találnák valahol, akkor nem nagyon tudnának vele mit kezdeni, mert fogalmuk nem lenne róla, hogy éppen mi a helyzet. De hogy én azt gondolom, tehát itt ezt igazán szépen mondta a Tamás, hogy az egy nagyon-nagyon szép határ, az egy határmesdje, hogy hol kezdődik az emberi élet megmentésének a végveszély kategóriája, és hol kezdődik az én személyes határom. Tehát, hogy meddig lehet bejönni az én határomba, akkor lehet bejönni az én határomba, hogyha tényleg nem tudunk tőlem információt kapni, vagy nem azon a szinten tudom megadni az információt, amit meg kell adni. Ebben az esetben tényleg jó ez a bemegyünk a rendszerbe, mégiscsak elvesszük az adatokat, és utána majd megvizsgáljuk, hogy az most korrekt volt, vagy nem. A beteg az ne érje ezt, hogy mondjam, át úgy, hogy kárt szenved, vagy belehal, vagy bármiféle negatív történet tulajdonítható ehhez a dologhoz. Hát ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy tényleg ne a böngészgessük, nézegessük, jó lesz-e ez nekünk, nem jó nekünk, valamiért kihasználjuk ezt a helyzetet című dolgot, ezt ne, mert ez nincs. Ez ma már lehetetlen. Ezt meg is kell, hogy védjük magunkat ettől. Viszont tényleg ne legyen redundancia, tehát őrült mennyiségű redundáns információt, redundáns vizsgálatot végeznek el ma mindenki. Tehát biztos vagytok ti is így ezzel a dologgal, orvoshoz elmész, és azonnal azzal kezdi, hogy vérvizsgálat. Jó, rendben van, oké, de hát nekem volt egy hete. Nem baj, menjen vérvizsgálatra. Szóval, hogy ez a redundancia, ez meg nem kell. Tehát, hogy erre teljesen fölösleges, és ezt egy jó rendszer viszont kiváltja. Tehát, hogy azt mondja, hogy jó, de hát most volt egy hete, tényleg itt van az adat. Egy neakos kérdésem még egyébként lenne, mert nálunk ugye gyerekfogászat körzetek is vannak, és gyerekfogászati szűrések esetén egy neak rendelő hogyan tudja azt megoldani technikailag, hogy az orvos és asszisztens kimegy helyben az iskolát leszűrni, leszűr 30-60-120 gyereket, mindegy, hogy mennyit, akkor hogyan tudja megoldani ezt az EST adminisztrációt, mert az szintén nem életszerű, hogy visznek magukkal egy számítógépet is, még minden más cucc mellé. És ez most azokban az esetekben van, amikor nem az iskolák jönnek a körzethez, hanem a körzet megy az iskolához szűrni. Gyerekkoromban én is emlékszem, mi a Berci bácsihoz jártunk egyébként én iskolai fogászatra. Jó nap volt, mert mindjárt 2 óra sétálással kezdődött, aztán persze addig mindenki félt, és akkor végén visszafele 2 óra szintén sétálás, mert kicsit nyugodtabb környezetben. Komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldás az mégiscsak az, hogy az eszközök mellett egy laptopot is vinni kell, vagy minimum egy tabletet. Flexi működik tableten is. Tehát azok a rendelők, amelyek már Flexit használnak, vagy esetleg azt fognak, akár az ingyenes verzióját, akkor mondjuk egy tablet is elég lesz ehhez. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy számítógép használata a helyszínen az meggyorsítja az egész ügymenetet. Már csak azért is, mert ha viszont nem rögzítenek mindent elektronikusan a helyben, akkor az azt jelenti, hogy papíron rögzítenek, akkor az ugye ott különböző adatkezelési kérdéseket vet föl, illetve újra fel kell dolgozni. Tehát egyszer lejegyzetelték kézzel, majd utána azt fel kell dolgozni számítógépre. Én azt gondolom, hogy azt nem fogja a NEAC szerintem első körben, de sokadikban sem vizsgálni, hogy egy ilyen speciális helyzetben a rendelő
eleget tette a 60 percen belüli adatszolgáltatási kötelezettségének. Nem életszerű. Természetesen ezeknek a gyerekbetegségeknek kell kihullania majd a rendszerből. Ugyanakkor a rendelő szempontjából tartom kritikusan fontosnak, hogy ez a kézi adminisztráció, papír adminisztráció, utána gondoskodni a papíron szakszerű tárolásáról 30 évig, vagy a szakszerű megsemmisítéséről, mert ugye egyébként személyes egészségügyi adatok vannak rajta, rendkívül megbonyolítja a rendelő működését és életét. Ki kell vinni egy laptopot? Magyarország világviszonylatban ez az EST rendszerrel mennyire számít innovatívnak, vagy mennyire számít a digitális világban előjárónak? Azt gondolom, hogy ez egy egészen előjáró történet. Nagyon érdekes az, hogy különböző országok különbözőképpen használnak dolgokat. Nagyon kevesen tudják azt, hogy például Németországban nem szeretnek bankkártyát használni az ember. Ez egy érdekes dolog. Viszont van a másik véglet is, erről beszélgettünk pont a beszélgetés előtt, hogy Svédországban meg már az emberek ott tartanak, hogy úgy gondolják, hogy csipeket kell magukba ültetni, hogy valaminek megfeleljenek. De ezekre a csipes dolgokra egészen elképesztő megoldásokat pakolásznak rá, mit tudom én, a pénztárcától kezdve az ajtónyitó funkcióig. De ehhez képest mondjuk egy egészségügyi szolgáltatás, amit most mi bevezetünk, szerintem teljesen normális és teljesen vállalható történet. Ez nem avatkozik bele a magánéletünkbe olyan szinten, ahogy mondjuk egy csip beleavatkozna. Én idegenkedem nagyon az ilyen megoldásoktól. Szerintem ti is így vagytok ezzel, hogy ez még azért nagyon-nagyon távol van, és ez a ló másik oldala. Ugye az EST, illetve az egészségügynek a digitalizációja Magyarországon egy Európai Uniós költségvetésből zajlik, egy Európai Uniós pályázat keretében, és ezért az Unió ezt rendszeresen monitorozza az egészségügyi oldalról nézve, és tavaly, azt hiszem, bocsánat, 2018-ban volt Magyarország a házigazdája ennek az összeurópai kezdeményezésnek, ahol annyira innovatívnak találták egyébként a Magyarországon az EST nevezetű erre célzottan létrehozott rendszert, hogy Németország és Olaszország jelezte, hogy ezt a mi magyar kis EST-nket kívánja egyrészt követendő példának maguk előtt tartani, másrészt pedig a mi rendszerünket kívánják majd átvenni. Egyébként ez a gazdaságosságra is akkor jelentősen hat, nem? Tehát egy ilyen digitalizációs megoldás a társadalom biztosítást is drámaian gazdaságosabbá tudja akkor tenni. Hát a társadalom biztosítást azt nem lehet drámaian gazdaságosá tenni, mert az maga a rendszer egy bürokratikus őrület. Tehát ott a gazdaságosság az azt jelenti, hogy tized annyi emberre lesz szükség. Tehát aki most Excel táblázatokba varázsol és írogat be rubrikákat, azokra nem lesz szükség ott. Tehát a társadalom biztosítás az egy gép lesz, egy masina, egy adathalom. Egy gyűjtemény rólam vagy rólad. Abszolút ebbe az irányba haladunk. Kínában ebben az évben tervezik bevezetni ezt a social azonosító történetet, ahol minden adatot összevonnak az emberekről, amit tudnak róluk, és sajnos kiegészítik azokkal a dolgokkal is, amihez szerintem senkinek semmi köze. Tehát elveszik valahol egy olyan dolog, ami nem kéne, hogy elvesszen. És ez a személyiségünknek az a rétege, amihez nincs másnak köze. Akkor viszont jogos azt gondolom a kérdés, hogy ennek az EST-nek mi az értelme és a célja? Az, hogy gazdaságosabban működjön a rendszer? Az EST nem szabad, hogy idáig menjen. Tehát az EST-nek meg kell állni egy bizonyos ponton. Tehát van egy tartása az embernek, és az ember az mindig kell, hogy több legyen, mint egy szám. Tehát az, hogy egy adatként kezelünk valakit, az egy adatkezelőnek így rendben van. De az, hogy egy embert valamilyen módon minősítünk, az nincs rendben. Tehát muszáj lenne, hogy ennek a dolognak, hogy is mondjam,
a társadalmi helyét is megtaláljuk. Tehát ez egy fontos tanulási fázis lesz, amikor a digitalizáció és az embernek a saját személyes tere nem fogja egymást sérteni. Tehát engem segítsen az az adat, és ne ellenem használható legyen az adat, az az adat az egy hasznos dolog legyen, és ne egy terhelő bizonyíték ellenem bizonyos esetekben. Nézzük ezt meg a fogorvos oldaláról. A jelenlegi pandémiás koronavírusos időszakban például lenne érdemi értelme egy működő ST-nek a fogorvosok számára? Az teljes mértékben lenne értelme, hiszen az őt is védeni. Tehát azt nagyon-nagyon kellene, egyébként sokan dolgoznak most már olyan applikációkon, hogy lehetek-e beteg, lehetek-e fertőző, túl lehetek-e rajta, stb. Ennek a rizikóját ugye ki tudják most már számolni. Nagyon sokan elkezdtek ezzel foglalkozni. Egy fogorvos rizikója ma attól függ, hogy ő a telefonon keresztül ki tudja találni, hogy a másik betege. Hát ez egy nevetséges dolog, ne haragudjatok. Őszintén azt kell, hogy mondjam, hogy ez semmilyen módon nem mérhető. Ha én egy telefonon beszélgetek veled, akármit is mondhatok neked, mert fáj a fogam. Ez egy nem megnyugtató megoldás. Viszont és ellenben, ha egy olyan rendszer már megvalósult volna, vagy megvalósulna, amely minket így ebben a formában igazából csak adatként kezel, és azt mondja, hogy te egy rizikósabb, te meg egy kevésbé rizikósabb történet vagy, én például itthon ülök 8 hete, tuti, hogy nem vagyok beteg, és nem is voltam. Simán elmehetnék fogorvoshoz, abban az esetben, hogyha a fogorvos biztos, hogy nem volt beteg, vagy nem lehetett beteggel kapcsolata. Másik fele innentől fogva már csak a védelmi rendszereken múlik, hiszen úgy kell majd kezelni a beteget, hogy ő egyáltalán ne tudjon fertőzni, hogyha még abban az esetben sem, hogyha fertőz. Simon doktort kérdezem így a zárszók környékén járva, hogy mint ennek a rendszernek a napi szinten használója, és tulajdonképpen egy új generációs fogorvos, hiszen a... Ha úgy tetszik, akkor mi már úgy nőttünk föl, hogy a digitális technológia számunkra természetes volt. De hogy látod, ez nektek megkönnyíti majd a munkátokat? Te ebbe látod a valós jövőképet? Hát puding próbálja az evés mindenképpen. Tehát először el kell kezdeni ahhoz, hogy lássuk, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem. Tehát ezt még így a T0. Fázisban még szerintem ezt nem lehet kimondani, hogy ez lesz a gold standard. Viszont én abban bízom, hogyha bejön a szolgáltatók többségétől, vagy hát mondhatnám mindenkitől, ugye mindenki számára kötelező lesz, de mondjuk maradjunk abban, hogy a szolgáltatók többségétől az a fajta információ, hogy milyen kezeléseket végeztek a pácienseknek, és mondjuk nagy egészben látjuk a történetet, akkor talán egyes kezeléseknek a finanszírozhatóságát, vagy finanszírozását azt át fogják gondolni, lehet, hogy jobban fogják látni, hogy több pénzt kellene fordítani a prevencióra, különböző prevenciós programokra, hogy kevesebb bizonyos kezelés történjen, és én abban hiszek, hogy a nagy számokból kell kiolvasni az igazságot, és ez a rendszer erre lehetőséget teremthet. De ahhoz el kell kezdeni használni. Tamás, zárszóként, hogyha valaki most úgy dönt, hogy fel akar készülni, nem akar lemaradni, akkor mit tanácsolsz neki, mit tegyen, kit hívjon, mi az első lépés? Azt nagyon fontosnak tartom, igazából én másfél éve szoktam erre a kérdésre ezt a választ adni, hogy mindaddig, amíg ez a június 1-i dátum nem volt ennyire kőbevésve, ugye most a MOK-nak ugyan volt egy halasztó kérése, levélben fordultak a NEAC-hoz, de úgy tűnik, hogy ezt nem fogadta a NEAC, tehát hogy nem lesz ebben halasztás. Szóval mindvégig azt az álláspontot képviseltem, hogy ez egy jogszabály, többféle törvény saláta módon rendeli ellenek az EST-nek a működését, akkor a rendelőknek az a feladata, hogy erre felkészüljenek, és amennyiben eljön a kötelezőség, akkor képesek legyenek akár másnap reggeltől jelenteni. Most már tudjuk, hogy ez a másnap reggel, ez június 1-e, nem tudom milyen napra esik, érdemes megnézni a naptárban. Hétfő, hát akkor ez egy kitalált dolog. Tehát, hogy én azt javaslom, hogy rengeteg információ találni erről az internetről, rengeteg helyen, például a Gáspár Medical Centerben azt hiszem, hogy pénteken lesz egy nagy átfogó
képzés az EST-hez való csatlakozással kapcsolatban, de mindenhol található erről információ, Flexi rendelők természetesen a Flexi supportját is kérhetik segítségül ebben, tehát ma már az interneten dől az információ ezzel kapcsolatban, nagyon könnyű utána olvasni. Az első és legfontosabb, hogy aki nem tette meg az elmúlt január 1-jéig, hogy a NEAC felé jelzi, hogy ő milyen módon, melyik szoftveren keresztül kívánja megtenni majd az adatszolgáltatási kötelezettségét, az váltson, válasszon szoftvert. Ezzel párhuzamosan rendelje meg a kártyaolvasót, hiszen legalább egy kártyaolvasóval rendelőként rendelkezni kell, hogy az SME-t olvasni lehessen. Illetve ha még ne adj Isten nem tette meg, akkor mindenféleképpen kormányablakba, önkormányzatnál, ahol ez most szokás, váltsa ki, cserélje le, ingyenesen meg lehet tenni a korábbi személyigazolványát az újabb fajta e-személyire. Ezt követően pedig azt gondolom, hogy a szoftverekben való beállítás és a szoftverrel való kapcsolódás már relatíve bagatell dolog lesz. Köszönöm a beszélgetést dr. Simon Botton, fogszakorvosnak, a Dental Spirit ügyvezetőjének, Tucsán Tamásnak, a The Connectis Inkubátor ZRT vezetőjének, innovációs szakértőnek és Friss Tamásnak, a Flexi Medical ZRT vezérigazgatójának. Hölgyek és urak, ez a Dental.hu Dental Hírek külön kiadása volt élőben a Facebookon és felvételről a YouTube-on. Viszontlátásra! A közvetítést a Flexi Medical Hungary ZRT, a Flexident fogászati szoftver gyártója támogatta. Flexident, ahol már ingyenes alapszoftver is elérhető NEAC és EST jelentéshez.